Hát a mai nap eseménye nagyon jól zajlott ez a mai nap. Minden zalaegerszegi bankot végigjártunk, véleményt nyilvánítottunk, és oda mondtuk a frankot mindenhol. Úgyhogy én azt gondolom, hogy folytatjuk a megmozdulásunkat, mindaddig tartunk véleménynyilvánítást, amíg érdemi megoldások nem születnek a banki uzsora miatt. Nem hagyjuk magunkat, és nem adjuk fel. Hajrá! Hajrá! Köv? Mai napból én azt emelném ki, hogy számomra ez ékes bizonyítéka volt annak, hogy mindenkinek annyi joga van, amennyit kiharcol magának. Itt a nap elején az első bankban, az OTP-ban, amikor bementünk, azonnal megjelentek a rendőrök, és ki akartak bennünket tessékelni. Azt mondták, hogy az OTP-be nem lehet véleményt nyilvánítani. És mondtuk, hogy jogszabályokkal alátámasztva, természetesen, hogy ugyebár nemzetközi egyezmények védik a véleménynyilvánítás jogát, szólásszabadságban Magyarországon. És úgy nézett ki, hogy egy idő után ezt elfogadták, és elég kemény harcunkba teretett. És onnantól kezdve sorba mentünk, Zalaegerszeg összes bankját végigjártuk, és mindenütt véleményt nyilvánítottunk, immár a rendőrök védelmében. Úgyhogy látjátok, lehet ezt, és csak így lehet kőkeményen kiállni a jogainkért, és akkor győzni fogunk. Hajrá! 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 Üdvözlet, a Zalaegerszegről eljöttünk egy kis bankot izgatni, megint kerestük a franknak a nyomát, de sajnos Zalaegerszegen sem találtuk. És a tisztelt bankok azok, vagy nem tisztelt bankok nem viselik azt el, hogy szóvá tettük, hogy kifosztottak bennünket, csaltak, loptak, hazudtak. Sőt, ezt azzal is bizonyítják, hogy megszabják, hogy ki mehet be a bankba, milyen ruhába mehet be, meg stb. Tehát szóval ne tedd. De azért ne hagyjad magad, hanem tedd a magadét, mert csak így éred el, hogy hova jut. Hajrá! Kedves sóstársak, akik otthon ültök és rettegtek, és áhítottátok azt, hogy nagy tömeg legyen. Én üzenem, nem kell nagy tömeg. Itt van 20 ember, plusz 10 fő a rendőrség részéről, civilben, rendőrruhában. Velünk voltak egész nap, és szerintem Zalaegerszeg lakossága nagyon jól tudta, hogy mit keresünk itt. A OTP bankban rengeteg ügyfél volt, még soha ennyi ügyfélre nem találkoztam. Körülbelül akkora bankfiók volt talán, mint a Flórián téri, úgyhogy ma megmutattuk magunkat, véleményt nyilvánítottunk, és ne azt várjátok, hogy nagy tömeg legyen, tessék. 1200 bankfiók van körülbelül az országban, 7-es csapatokban egy héten egyszer mindenki ezt csinálná. Gyerekek, régen megoldottuk volna ezt a problémát, és másképp nem, de így fogjuk. Mi legalábbis, ha milyen képviselők, hajrá! Hajrá! A mai nap is bebizonyosodott, hogy a legjobb jobban a bankároknak a negatív reklám az, ami igazán fáj, vagyis az, hogy kiderül az ügyfelek számára, hogy vannak elégedetlen ügyfelek is. Ugye az én kifosztó bankom előtt állunk, az UniCredit bank előtt, és itt ez a tábla azt hirdeti, hogy beszéljük arról, hogy miért érdemes az UniCredit bankot ajánlani. Kedves károsultak, hívjátok fel a figyelmet arra, hogy nem, hogy ajánlani érdemes, hanem minden banktól óvakodni kell, és hívjátok fel a figyelmet, hogy a bankárok tisztességtelenek. Isten ments, hogy az alaposok még jobban eladósodjanak. Elég, hogy már mi besétáltunk a csapdába, úgyhogy még valami, ne fizess! Hajrá! Na, én megmondanak valamit. Gyere! Ja? Na, hát a mai nappal kapcsolatosan kedves károsultak, megérte, hogy lejöttünk. Ez a mai nap, én szerintem mindenkinek az jött le, ez egy fergeteges nap volt. Elértük a célunkat, amit akartunk, a bankok rettegtek, itt is megkaptuk a szokásos rendőri kísérletet, legalább 10 vagy 15 civil rendőr volt, vagy 20 rendőr biztos volt, és ha már azért a 2-3 emberért, akit meg tudtunk mérgezni azzal, hogy ne fizessen, már megérte. Hajrá! Köszönjük! Már szubjektív szó a mai napról. Kicsit későn érkeztem, de megmondom őszintén, 5 órát utaztam Váci utazással együtt, hogy itt legyek Petrájéknál, akiket nagyon szeretek.
hogy a tetszájéktán itek Egerszegen, akiket nagyon tisztelek és nagyon szeretek, de hihetetlen élmény volt a vége, amikor csak egy két órát voltam ide, a végének vége volt mindennek majdnem, de nem az volt étekben saját életékén. Egy óra alatt meg el is volt az interneten, közben szóba kerültem az előadóra. És beszélgettünk, hogy megkezdtük, ha már ilyen jóban vagyok, tessék nekem megmondani, hogy most elmondom, hogy a barátaimmal jöttem, csak nem akartam megint nagy voltán, mert lehet, hogy nem ítéltek volna semmi. Mi volt a tapasztalatuk? Szóval szerint azt mondom, erről nem szeretnék beszélni, de borzasztó, szó szerint, de borzasztó volt, még egyszer nem akarom átélni, így szó szerint. Mondom, mi történt? Hát ezt nem lehet szóba elmondani. Ennyi volt az egész. Úgyhogy Teca, Teca merre vagy, nagyon szép. Teca hol vagy? Teca ott van. Teca hol vagy, Bujkás? Örülök, örülök, hogy itt lehettem veletek, és csak így. Azért jött, én azért jöttem, mert tisztelem volt. Napilag. Köszönöm. Borzasztó volt, ezt mondtad, volt egy előző. Idefele jövett, éppen azon tanakodtunk az autóban, hogy mi lenne, ha minden városban lenne egy ilyen csapat, és most, amikor lezártuk ide az Unicredit felé jöve, hogy Marikát kiváltsuk, megint erről beszéltünk, ha minden városban lenne egy csapat, 5-6-10 fő, vagy bármennyi, aki rendszeresen, hetente egyszer elmenne a bankjába, akkor megoldódna ez a kérdés. Éljetek a véleménynyilvánításhoz való jogotokkal, mi is éltünk vele, kicsit harcolni kell érte, ahogy Zsuzsi mondta, hogy csak annyi jogod van, amennyit kiharcolsz, még akkor is, ha ez le van írva a törvényben. A bankok is ugyanezt tették, hát ők is kiharcolták, kicsit több jogukat, mint ami a törvényben le van írva, de mivel a sok birka ezt hagyta, és hagyja, ezért a bankok többet is ki tudnak harcolni. Mi is ki tudunk legalább annyit, de még sokkal többet, de nem úgy, hogy csak állandóan ülünk és lebeszéljük egymás bármiről, cselekedni kell, olyat kell tenni, ami fáj nekik. Látjuk, Péternek elmondták, fáj neki. Ide az Unicreditbe ma egész nap csak olyan ügyfeleket engedtek be, akinek van Unicredit bankkártyája. Az FHB-be azt mondták, hogy ruhában nem lehet ügyet intézni. A Rafiba kettesével engedték be az ügyfeleket, a Cibbe biztonsági őr áll, KNH-ba biztonsági őr áll az ajtóba, és nem lehet bejutni.